A kék célos harcsa, de sokan csak kavis tisztítónak hívják. Ezt a dél-amerikai halfajtát a legtöbben csak takarító halnak veszik, pedig nekik is vannak saját szükségleteik. Ők is igénylik a külön harcsáknak kifejlesztett tápot, és nem elég csak a kavicsokra lehullott teleség. A másik hiba az, hogy mivel sokan takarító halnak tartják, csak egy-két példányt vesznek belőle. Minimum három példány kell belőlük, úgy érzik magukat a legjobban. Lehet, hogy nem a legnagyobb halak testméretük 4 cm-től egészen 8 cm változhat, de 70 literes akváriumot igényelnek. Szeretik a melegebb vizeket, a 26 fokos teljesen megfelel nekik. Átlagos élettartalmuk 4 évtől 8 évig változhat, de nagyon jól tartási körülmények között akár több mint 10 évig is elérhetnek. Nagyon szeretik a búvó helyeket és a sűrűn beültetett akváriumot, de mindenféleképpen kell nekik egy nyitottabb rész is. A nőstények nagyobbakra nőnek, mint a hímek, és kerekebbek, de ezt kiskorukban szinte lehetetlen megállapítani, hogy melyik nem betartoznak. Az egyik legbékésebb halfajta. Együttarható mind a kicsikkel, mind a nagyokkal. Nem verekszik össze semmilyen más hallal.